humán papilloma vírus fertőzés a leggyakoribb vírusos eredetű, leginkább szexuális úton terjedő betegség, mely évente az összes daganatos megbetegedés több mint 6%-ának kialakulásáért felelős. A világon mindegy 660 millió nő HPV pozitív, és a 15-24 évesek negyede érintett. A vírusfertőzés megelőzhető a védőoltással, amit fiatal korban célszerű elvégezni. Hát én mellette vagyok. Akkor ezek szerint is megkapta. Megkapta? Meg. Jó. Igen. Igen, persze. Igen. Be is adatnák? Igen. Be. Bátaszék polgármestere dr. Bozsolik Róbert és Medina polgármestere Vén Attila kiemelte, hogy a két település önkormányzata támogatta az oltások beadását. Erre azelőtt került sor, mielőtt a kormány állami támogatást adott volna a HPV vírus elleni oltásra. Egyik feltett szándékunk, illetve elképzelésünk az volt, hogy ingyenesé tettük, hogy az itteni fiatalokat beolthassuk a HPV vírus elleni védőoltással. Ez 2013-ban meg is történt, 1 millió 510 000 forintot költöttünk erre, 33 kisgyereket tudtunk beoltani. A 2018-2019-es tanévben a védőoltásra jogosult lányok száma 46 000 volt. Közülük 422 szülő azért nem kérte a humán papilloma vírus elleni oltást, mert a gyereke már megkapta. A korábbi évekhez képest viszont javultak a HPV átoltottsági adatok, a 2018-19-es tanévben már 78% körül van, ez korábban 74-75%-on állt. Magyarországon a méhnyakrákos megbetegedés hátterében a humán papilloma vírus áll. Évente 1200-1300 nőnél diagnosztizálják a méhnyakrákot, az érintettek fele életét veszti a daganatos megbetegedés miatt.